A következő percekben ismerkedjünk meg az EGRI Takács Tiborral, akinek nagyon erős mezőnyben sikerült megvédenie címét a gyors tüzelésű pisztolyosok országos bajnokságán, és nem titkolt célja, hogy egyszer az olimpián is bizonyítsa tehetségét. Egy hétvége, három érem. Ezzel a mérleggel zárta a sportlövő országos bajnokságot Takács Tibor válogatott sportlövő Budapesten. A címvédőt hol máshol találnánk, mint edzés közben a 250 éves EGRI Polgári Lövészegylet lőterén, amely a második legrégebben alakult magyarországi lövésztársulat a Budai Lövészegyesület után, és az egyetlen, amelynek még mindig az eredeti helyen van a lőtere. Az egylet elnöke, a magyar bajnoki címvédő Takács Tibor itt mutatja meg büszkeségeit. Egy 22-es kaliberű, peremgyújtásos lőszerrel működő öntöltő pisztoly, félautomata pisztoly. Ez a típus, amit a kezemben tartom, ez 2005-ben a fegyvergyártó dizájn díját nyerte. Ergonomikus 3D-ben három irányban állítható markolattal. Tibor három számban indult az OB-n, az olimpiai versenyszámban, a gyors tüzelő pisztolyosok versenyében aranyérmet szerzett, ami a főszáma. A központi gyújtású pisztoly 30+30 lövéses számában szintén győzött, a standard pisztoly kategóriában ezüstérmesként zárt. Komoly verseny volt, hiszen az elmúlt évek során a mezőny olyan változáson és fejlődésen ment át, hogy azt mondhatom, hogy 15 körrel többet kellett lőni, mint még néhány évvel ezelőtt, hogy valaki megnyeresse az országos bajnokságot, és egyre többen, hál' Istennek egyre többen közelítenek ezek az a nemzetközileg is elfogadható, értékelhető eredményekhez. Az élménybeszámoló közben persze előkerül Tibor másik fegyvere is. Ő másik versenyszám, amely egy klasszikus pisztolylövő versenyszám. Ez egy nagy kaliberű központi gyújtású lőszerrel működő öntöltő pisztolyról van szó. Ez a úgynevezett központi gyújtású pisztoly 30+30 versenyszámnak az eszköze. Régi öregek azt mondták, hogy a fegyvernek, hogy meg fog legyen az pisztoly, legyen az puska, úgy kell érezni a lövőnek, hogy ez a saját testrésze. Ehhez pedig a fegyverekkel folyamatosan foglalkozni kell, természetesen fegyvermesterek segítségével. 38 évvel ezelőtt tévedt le először a lőtérre bátyja hatására, aki azóta is az edzője, és Tibort azonnal magával ragadta ez a technikai sportág. Persze most is előkerül számtalan alkatrész, illetve szerszám, és az oly fontos ráspoly. Markolt kialakításnak egyik alaptézise az, hogy egy jó testhelyzetet kell fölvenni, jó testhelyzet fejtartás, és ehhez képest kell a fegyvernek a markolatát alakítani. Ha olyan változás történik, ami miatt muszáj alakítani a markolaton, egy pici igazítani kell rajta, ne, hogyha eltörik a markolat használat közben, elkopik, leesik róla a pótlásra szolgált epoxi gyanta, akkor pótlás után ki kell igazítani, még kicsit igazítani kell kézhez, és ennek kéznél kell lennie szó szerint. Az 1904-es és 1928-as kivételével minden olimpia programján szerepelt a sportág, és ez idő alatt a lőlap is sokat változott. Akkoriban még 6 célkép volt, és a nagy mértékben eltérés a mai versenyszámhoz képest, ugye most már csak 5 célkép van, ugye ez korábban egy teljes lőlap volt. Úgy gondolta a Sportlövő Szövetség, a Nemzetközi Sportlövő Szövetség, kicsit nehezítsenek a dolgon, lehessen különbséget tenni a versenyszövek között, és úgy szépen ment össze, előbb levágták ugye mondjuk ugye a fejét és a lábát a lőlapnak, és mint látható is a magassága, innentől idáig tartott, egy ilyen téglalap alakú volt. A címvédőt rettentően motiválta, hogy idén is ő legyen a bajnok a gyors tüzelésű pisztolyosok között. Munka mellett rengeteget készült a versenyre, és ugye sikerült a cél, ezzel bővítve a címek sorát. Van egy sportársam, vagy Amrik István, sporttársam, barátom, aki gyűjtögeti 1953 óta gyűjti a, ha jól tudom, a statisztikát és a örök ranglistát, hogy ki hányszor nyert ebben a versenyszámban magyar bajnokságot. Hát jelen pillanatban a legfrissebb szerint már a 6 felnőtt magyar bajnoksággal rendelkezem ebben a versenyszámban. Takács Tibor 1982 óta tagja a magyar lövészválogatottnak, de olimpiára még nem sikerült kijutnia. Azonban ezt az álmát nem adta fel. 2020-ban Tokióban szeretne ott lenni.